Szorul a hurok, de a Városháza gazdái hallgatnak. Erről ír a Mandiner a fővárosi számlagyár ügy kapcsán. Ma Budai Gyula is arról beszélt, hogy Karácsony Gergelynek reagálnia kellene a botrányra. A fideszes politikus azt állítja, egy levélből úgy tudja, Wigmore, a Lánchíd felújítási botrány főszereplője, a Mamut bevásárlóközpontban található biztonsági céghez, az Argus Securityhez járt elszámolni. A Mamut bevásárlóközpontban található az a biztonsági cég, az Argus Security, ahová a Lánchíd felújítási botrány főszereplője Wigmore járt elszámolni. Egy levél tartalmára hivatkozva fideszes Budai Gyula egy hetetett büntető feljelentést a Lánchíd felújításával kapcsolatban. Mivel az elhangzottakra érdemi válasz nem érkezett, a kormánypárti politikus most tovább ment és egy a közösségi oldalára feltöltött videóban nevezte meg azt a céget, ahová információi szerint a fővárosi számlagyár letartóztatásban lévő egyik főszereplője, Wigmore volt ügyvéd járt elszámolni. A kormányzati ellenőrzési hivatal részjelentése alapján egy hete derült ki, az Ahíd ZRT összesen több mint 1,5 milliárd forintot utalt Wigmore cégének, amit a volt ügyvéd letét, illetve saját magánszámlájára küldött tovább, ahonnét 900 millió forintot fel is vett készpénzben. A KEHI jelentése szerint egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel letéti számlájára is utaltak 1,5 milliárd forintot, amit szintén készpénzben vettek fel. Na, ez a készpénz juthatott el a Városházára közvetítők útján. Az Argus Security Kft. Tulajdonosa nem más, mint az az Apáti Zoltán, aki a Lánchíd felújítását végző Ahíd ZRT tulajdonosának a fia. Budai Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy a feljelentése óta az érintettek közül mindenki hallgat. Pedig főpolgármester úr most valamit mondani kéne. A sajtótájékoztatónak nem a legideálisabb. Karácsony Gergely a Földnapján például a Baráti Média társaságában épp a fővárosi live programot éltette a Tétényi Fensíkon, miközben a témát érintetlenül hagyta, legalábbis a balliberális városvezető közösségi oldalára felkerült felvétel tanúsága szerint. Az Ahíd ZRT internetes felületén pedig továbbra is csak az az április 12-i közlemény olvasható, amiben cáfolják az esetleges korrupciós vádakban való érintettségüket. Erősen gyanús volt, hogy ebből a pénzből bizony visszacsepegtetnek, visszaadnak baloldali politikusoknak. A korrupciós gyanút csak tovább erősíti, hogy olyan ügyvédhez jutottak el a híd felújításra szánt pénzek, aki maga is szorosan kötődik a baloldalhoz, fogalmazott Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A Lánchíd kapcsán már amikor bejelentették ugye ezt az új felújítást, akkor szemet szúrt, hogy jóval drágább maga a beruházás, így 5 milliárd forinttal, és azt láttuk, hogy ennek ellenére csökkentett műszaki tartalommal történik a felújítás, tehát kevesebb dolgot csinálnak jóval több pénzért. A Mandiner szerint fogy a levegő Karácsony Gergely körül. A lap azt írta, a főpolgármesternek hivatali kötelessége lenne számot adni arról, mit tud a pénzmozgásokról, ugyanis a budapesti adófizetők pénzéről van szó.